Tisztelt helyettes államtitkár úr, tisztelt igazgatóasszony, igazgató ura, kedves kollégám, kedves gyerekek! Első történelmi pillanat, hogy a felsőfokú szakképzési intézet konferenciát szervezett, ezzel végül. Nagyon remélem, hogy mi megyünk haza, ahogy én érzek. Ez nagyon hasznos volt számunkra. Minden konferencia arról szól, hogy az ember látóköre, gondolkodásmódja változik. Hiszen egy konferenciára eljön a világ azért, hogy mi elmenjünk a világba. Hogy vagy megvalósítsunk dolgokat, amit láttunk, vagy kikerüljük olyan oktatókat, amit mások már megtapasztaltak. Hogy olyan pozitív példákat, gyakorlatot vegyünk át, ami inspirál arra, hogy ez a környék és környezet, ahol élünk, az minél élhetőbb legyen, minél komfortosabb legyen, és ahol mi is jól érezzük magunkat. A tévé keresztül sovárunk, hogy milyen jó itt vagy ott, akkor ez egy virtuális világ. Ezt soha nem tudjuk megtapasztalni, ha mi magunk nem teremtjük meg. Az általunk jónak látott virtuális világ valóságát a környezetünkre. A szakképzés pont ahhoz járó hozzás, ezt láttuk a németországi filmből, hogy ez a világ élhetőbb a számunkra, és komfortos lett a számunkra. Nagyon örülök, hogy a diákok végigültek és látták ezt a konferenciát, hiszen ezeket az információkhoz, amit mi egymás között megoldunk, és egyes szintetek is megoldottak volna, ehhez soha mások nem juthattak volna hozzá. És nagyon remélem, hogy akik itt fiatalok felállnak, azok úgy mennek el, hogy megerősödik bennük, vagy rádöbbentek arra, hogy miről is szólt a felsőfokú szakképzési intézet első három éve, aminek eredményeként önök diplomához jutottak, és ami végén más emberként, más szemlélettel lépnek ki az életbe. Nem hiszem, hogy csak fél éve, amikor itt azt hallottam szülőktől, önöktől, a piacon, hogy ez egy kínzókamra, és hogy miféle dolgok történnek, hogy mit képzelünk mi a szegény, elesett gyermekektől, olyan követelményeket írunk elő, amitől meg fognak nyomorodni. Mi az, hogy itt délután minden óra meg van tartva, hogy itt még tanulni is kell, és ez felháborító. Remélem, most már értik, hogy miért volt az a sok 20 óra, hogy kihúzzuk magunkból a maximumot. És remélem, azt is értik, hogy miért volt ebben az intézményben olyan nagy hangsúly a nyelvoktatásra. Hogy önök kis csoportban tanulták a környezeti nyelvet, hogy kilépve innét tudjanak magunkról kommunikálni, valószínűleg nem fognak sosem tudni emelni nyelvi szinten, én sem tudom. De nem is kell. Hanem két lábon állunk a Földön, úgy kiállás olyan szinten beszélni, ahol a munkák ellátását azért van szükségeltetik. Fel kell valamit, miért kell szétvenni a magyar vagyok, de tudni kell azok lányokat. Miért? Hogy megvédje a saját érdekeit. Megvédje önmagát, a családját. El tudja bárhol mondani, hogyha valami fáj, valami probléma, hiszen ha Ukrajnában élünk, akkor igenis az érdekeit, mint állampolgár és a problémák megoldásának az állampolgár bárhol, ehhez meg kell tudnom azt védeni. Nem kell elsúnyogni, nem kell elhallgatni, menni kell. Ezért volt az, hogy nagy hangsúlyt vettünk az Ukrajnában. Remélem azokat, hogy megfőztek, ők most biztos tudjanak itt Ukrajnából. Még nem értek vissza, ma van az Ukán központi, megerősítik, hogy megérte az energiabefektetés. És ugyanígy fel voltak háborodva, hogy miért tanulnak annyi órában, délutánként, kis csoportban angolul, vagy angolt, hiszen arra nem tudnak, hogy se lesz szükségük. Egyébként is hogy van ez, gondolták egyesek, de látják, az angol Európában az egyetemes nyelv. Az, ami valaha néhány száz évvel ezelőtt a latin volt, és hogy akkor nem
egyik egyetemről vagy szakmáról átjárni a másikra, mert a nemzetközi kommunikációs eszköz alapján az adott volt egy leérettségizett diák számára, de mondjuk a szakmunkások is elég voltak, és valamit szedtek magukra, és ez mindig természetes volt, csak valahogy az elmúlt 50-60 évben írtották ezt ki közülük. Egyik nagyapám szobafestő mázoló volt, aki munkácson élt Oroszvégen, de tudott svábul, mert hogy a szolgáltatóiparban el kellett látni a feladatait, tudott ruszimul, mert hogy szolgáltatóiparban el kellett látni a feladatait, tudott magyarul, és természetesen csehül ismerő, éppen a csehszlovák korszakban élt, és ennél fogva ő volt az a sokszínű ember, akitől én sok mindent tanultam, és akit nem értettem meg fiatalként, mert fel volt állapodva, hogy milyen világban élünk, míg aztán felnőttem, de jó példát mutatott számomra. És a legnagyobb élményem az volt, ha beengedhetett a műhelyébe, ahol jó festék illat volt, és telepítünk gírlattal, amit lehetett játszani és tenni, és nagyon sajnálom, hogy most meg alig találok olyan festőt, aki a főiskola minőség munkát végezne, arról nem is beszélve, hogy ha otthon szeretnék valamit megjavítani, még hosszú telefonokat kell lebonyolítani, hogy végre nyomozóként utolérjek egy olyan, aki beengedett a lakásomba, és nem kontár lesz, hanem ért is valamihez. Remélem, amit elmondtam, az inspirálta nem csak a téma, hanem a kollégák önöket arra is, hogy egyrészt jó úton haladnak, hisz nálunk ugye úgy csúfolják a szakot, ahol tanulnak, hogy alkalmazott matematika, de alapjában véve ez egy informatikus rendszer. Ahol az informatikus vélemény alapjait tekintjük, és ha ez megvan az alap, akkor önök elindulhatnak bármelyik olyan professzióban, ami a 21. században fontos lesz, és ha megfigyelték, akkor amit igazgató az, hogy kivetített, hogy a hiány szakmák mi, ezek között ott vannak azok a szakmák, amiket mi tanítunk, és ott vannak azok a szakmák, amire mi törekszünk, hogy a kihelyezett képzési központokba, Dobrogyba, Péterfalván, Felső-Tiszavidéken, akár Beregszázban még megvalósuljon. Nos, két nap aktív, hasznos gondolkodás, közös gondolkodás és élmény után mindenkinek azt kívánom, hogy sokat ne nincsen az elhangzottakból, legyen alkalom és lehetősége tovább gondolni, megvalósítani, úgyhogy az élete, ami csak egyszer adatik meg mindenkinek, az úgy teljesedjen ki, hogy a végén elmondhassa, megérte. Sok sikert ehhez, és köszönöm a lehetőséget. Természetesen a konferencia sajátságos módon folytatódik, nem előadásokkal, hanem szakmai terepszemlével, kulturális programokkal. Szeretettel várunk mindenkit a délután folyamán, minden kedves vendéget. És most az előadások során megtapasztalhattuk, hogy ez egy nyitott világ. Nyitott világ, amely tele van ajtókkal, ajtókkal, melynek kilincsei vannak, és igazából föl kell nőnünk ahhoz, hogy egy-egy kilincset kinyissunk. Minden tapasztalat, minden lehetőség közelebb visz minket ahhoz, hogy még nyitottabbá váljon ez a világ. Ha ezeket bedolgozzuk, akkor tovább tudunk menni az életbe, és tudunk élni a lehetőségeinket. Köszönöm szépen mindenkinek, aki tapasztalatot kapott, és nyernék, hogy velünk osztoztak a mai szép alkalmat, a tegnapin is, és további szép délután.